Hétfő reggel gyászruhás élőláncos tiltakozást hirdettek a miskolci Herman Ottó gimnázium elé azt követően, hogy a tankerület felmentette az intézmény igazgatóhelyettesét Dezsőfi Györgyöt, miután ő is részt vett az iskola tantestületének 36 tagjával együtt a szeptember 5-i polgári engedetlenségi akcióban. A megmozduláson azonban nem csak a Herman diákjai és tanárai vettek részt, és a fél órásra tervezett élőlánc után tüntetésé alakult az akció. A tiltakozás másik előzménye, hogy kirúgással fenyegetik a polgári engedetlenséggel tiltakozó tanárokat az országban. A Tanítanék információi szerint minden olyan pedagógus megkapta az erre vonatkozó levelet, aki részt vett a polgári engedetlenségben. Így hangzik ez a levél egyébként, vagy egy részlete. Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a munkafelvételt ismételten megtagadja, az a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségének szándékos, jelentős mértékben történő megszegésének minősül, és alapot ad a munkáltató rendkívüli felmentésére, azaz ugye szerződésszegés. Ez egyébként normálisan a munkajogban, ha egyszer nem mész be dolgozni, vagy berúgva mész be a munkahelyedre, vagy valamilyen egyéb szerződéssel téged kötő vállalásodat nem teljesíted, akkor ez rendkívüli felmondásra okot ad. Nyilván nyitva van a lehetőség, különösen szakszervezettel rendelkező munkakörökben, hogy a sztrájk jogával éljenek. Csak hogy egymást követően a világjárvány és a háborús helyzet miatt, ugye folyamatos veszélyhelyzet on-off, könnyű lecsavarni a tiltakozás szabadságának ezt a lehetőségét, és ebben fürdünk most, és egy Pest megyei tanár megkérdezte a kézbesítőt, mert mindenkihez kb. Személyesen kézbesítették, akár az iskolában, otthon, vagy ahol megtalálták őket, hogy jól érti-e, hogy a levélben az áll, hogyha ismét polgári engedetlenségbe kezd, akkor kirúgják, és azt a választ kapta, hogy a kézbesítők nem ismerik a levél tartalmát, viszont írja alá, hogy átvette a dokumentumot. Ugye ez olyan, mint az ügyfélszolgálaton, hogy hát szeretnél panasztani, ja, hát azt írásban lehet a postafiók akármire, szóval még annyi személyi név sincsen még a levelezési címükben sem, hogy milyen híres emberről elnevezett utcában van a székhelyük, hanem egy ládának tudod elmondani a panaszaidat, amit vagy elolvas valaki, vagy nem. Az, hogy ez az ország az összeomlás felé halad, annak a legszebb példája, vagy a legdöbbentesebb példája a magyar oktatásnak a helyzete. És az, hogy most meg 16 ezer pedagógus hiányzik egyébként a magyar közoktatásból. Elképesztő ez a szám. Elképesztő ez a szám az iskolákban, hogy a szülőknek kell bemennie, vagy az egyik apukának kell bemennie informatikai órát tartani, és hát lehetne sorolni a különböző döbbenetes számokat. Igazából a magyar állam, az mint állam, az megszűnt létezni. Olyan értelemben, hogy az államot kitalálták, az államnak egyik fontos funkciója lenne az, hogy csökkentse az egyenlőtlenségeket például, és mondjuk mobilizációs lehetőséget biztosítson a szegényeknek. Tehát, hogy te egy magasabb társadalmi státuszba jussál el, mint ahonnan el egyébként elindultál. Vagy az, hogyha beteg vagy, akkor meggyógyítson az állam az egészségügy minden, mert ugye vannak adók, csak hát az a probléma, hogy régebben már mondták, ezt a 2000-es években is mondták, hogy Magyarország a Balkán Skandináviája, ahol a skandináv adókért cserébe balkáni szolgáltatást kapsz. Na most itt a szolgáltatások alapvetően eltűnnek, hogyha belegondolunk, hogyha valamit meg akarunk csinálni, vagy el akarunk intézni, akkor már minden szinte magánúton próbálunk meg. Az emberek magán egészségügyi intézményeket kezdenek el látogatni, magánkorrepetáláshoz járnak. Hát van olyan ahogy az egészségügyben a magánegészségügy átveszi az állami egészségügy helyét, úgy az oktatásban. És valójában ez a stratégia, valójában az állami oktatásnak, meg az állami egészségügyi szolgáltatásnak a kivezetése zajlik. Gyurcsány megpróbálta már az egészségügy privatizációját gyorsan lezavarni, és nagy ellenállásba ütközött. És Orbán Viktor levonta a következtetést, hogy ez nem ilyen gyorsan, másfél évtized alatt fogjuk kivezetni az állami egészségügyet, de ki fogjuk vezetni, és ez már zajlik. Nem beerőszakulunk titeket egy magárendelésre, hanem menjen el a ti kedvetek, és sétáljatok be magatoktól, meg majd akkor megérkezünk, hogy jaj, ti már ide jártok, hát akkor el fölé fölhúzunk egy sátrat, és kiírjuk, hogy valamilyen kórház Kft. Ami történik, az az állam elhalása, hogy Lenin megfogalmazta, hogy a proletariátus győzelme után nincs szükség az államra, mert az állam, mint elnyomó erőszak szervezet megszűnik. És az ellenkezője történt. Szép lassan elsorvad az állam, és itt egyébként az állam elsorvadását látjuk. Annyira kivonták a forrásokat, hogy elsorvad minden, és valóban itt látszólag, mint a forma, kiüresedett formaként ott vannak ugye az iskolák,
ott vannak a tantermek, csak az, hogy nincsen benne már semmi. De a magániskolai hányadnak a megemelkedése az esetleg az ott dolgozó tanárok fizetésére hatással lesz. Amerikában is ilyen mém vagy közhely az, hogy a public schoolokban, ugye az állam által fenntartott iskolákban dolgozó tanárok ilyen 25-50%-kal kevesebbet keresnek, mint a magánoktatásban tanító társaik. Nyilván itt az első 12 évre gondolok. És úgy most az történik, hogy ahogy a magánorvoshoz átterelődünk, esetleg azt tudjuk biztosítással, ugye egészségbiztosítással fedezni részben, úgy átkerülünk a magánoktatásba, és mintha önként mennénk, és ez azt jelenti, hogy talán akkor van remény a tanárok egy részének jobban keresni, de a végén ugye ezt pluszban a köz tartja el, de nem az államon keresztül, hiszen rájuk ezt nem tudjuk bízni, mert ha mi ezt a költségvetésbe fizetnénk be pluszba, ugyanúgy nem oda kerülne. Én örülök neki, ha esetleg ettől diákoknak, tanároknak részben jobb lesz, de ugye ez nem fog minden tanárt érinteni, mi pedig többet fogunk fizetni. Azaz most akkor a rezsi emelés után még egy teher előkerült, amivel a következő évtizedben szembe kell nézni. Mindössze pár száz tanár, mindössze pár tucatnyi iskola. Nem mernek a diákok, és még kevésbé mernek a tanárok ellenállni, befeszülni. Már csak azért sem, hogyha alapból a kádárizmus meg a szolgai mentalitás nem végezné el rendesen a melót, a tankerület névre szólóan küld leveleket azoknak a tanároknak, akik tiltakoznak országszerte. És ezzel mintegy üzen. Pontosan tudjuk, hogy mit csinálsz, öreg. Pontosan tudjuk, hogy hol laksz, öreg. És pontosan tudhatod, hogy ha folytatod ezt a balhézást, akkor ki leszel rúgva, öreg. És ez az üzenet, ez termékeny talajra hull. Mert eleve hiányzik a szolidaritás a magyar társadalomból, és olyan fokú az egzisztenciális szorongás, hogy egy ilyen levél gyakorlatilag már az elvárható reakciót automatikusan ki is váltja, és szépen visszasorol a tanára hova? A leépítésbe. És ezért tegyük hozzá, hogy a magyar oktatás az 6 éves korodtól fogva arra kondicionál téged, hogy parancs követő legyél. Babits Mihály az 1910-es évek elején írt egy eszét, ami egyébként ahhoz vezetett, hogy őt a szegedi középiskolai állásából elküldték, eltávolították, és Fogarasra helyezték, ugye a fogarasi havasok alá, tehát lényegében a világ végére, az akkori Magyarországon belül. Ez az eszé arról szólt, erkölcsi iskola ez a címe, hogy az egész magyar oktatási rendszer, ami ugye rossz mintájú, azon alapul, hogy a gyerekeknek a dacát megtörje. Mert a dacos gyerek jelenti a legnagyobb problémát. És a Babits arról írt, hogy valójában a gyerekben a legnemesebb a dac. Mert a dacos gyerekből lehet, hogy problémát jelent az iskolában, de a dacos gyerekből dacos felnőtt lesz, és a dacos felnőttel nem lehet megcsinálni akármit, nem lehet megalázni. És ezért a dacot inkább, az egy dac egy nemes tulajdonság, és nem egy probléma. Ezt írt a Babits, és ez az ő akkori állásába került, vagy legalábbis eltávolításába. Miskolcon a tüntetőket az egyik ablakból lelocsolta egy nyugdíjas vízzel. És ez több, mint egy incidens. Mert ez itt persze egy incidens megtörtént, és bármi, ami megtörténik, nem feltétlenül jelent többet önmagánál. De ez az incidens. Ez nem önmagában egy történés. Ennek nem csak valósága, hanem ennek nagyobb érvénye, igazsága van. Itt ebben kifejeződik valami a magyar társadalomról, mint ebben a mikrotörténésben valami, egy nagyobb, egy hatalmasabb merénylet, amelynek a keretében a fiatalokat és a középosztályt, illetve a középkorúakat a nyugdíjasoknak és a alacsonyan képzetteknek a hatalommal kötött szövetsége uralja le és taszítja ellenzékbe. A Szelíd motorosok című film fejeződik be 1968-ban azzal, hogy motoroznak ugye a hippi motorosok, és akkor mellettük elmegy ugye egy ilyen terrautó, és egy ilyen fogatlan, ilyen redneck figura, így passzióból lelövi őket.
És ugye csak önkéntesen, csak pusztán hobbiból és passzióból. És igazából ebben a figurában látom meg azt a karaktert, akikre ezek a rendszerek úgy igazán építeni tudnak. Egy ilyen Smith ügynökként felüti a fejét az a gondolat, vagy az a rossz szándék benne. Ez a táskával verekedő nyugdíjas néni mém, ez elképesztő. Ugye így még a kiábrándító helyzetben lévő tanárok ezen a 1000 fő körülire feldúzzadt miskolci tüntetésen azért nem autókat gyújtogatnak, hanem élnek az éppen felfüggesztett, de normálisan őket megillető jogukkal a gyülekezés, ami nem erőszakos, hanem legitim és békés, azt hiszem. Eddig egy kívülálló, egy nyugdíjas néni, aki maximum az ország vezetéséhez fűződő szeretetének a méltóságában sérült, vagy a Szulejmán nézés közben megzavarták, ő az erőszak monopóliumnak a szimbólumát, a tömegosztatásnak a szimbólumát, a vizet alkalmazza. Tehát azt nem mondanám erőszaknak, hogy leöntöttek vízzel, hiszen úgy bajod nem lesz tőle, de ettől még hát nem a békés kategóriához van közelebb, hanem... Igazad van, hogy savval is önthetett volna. Ez olyan, mint Lenin, aki beléd is lövethetett volna, pedig csak elvette a labdát. Azonnal önkéntes rendőré változott, hogy nem tudom, hát a Pintér Sándorban ugye összekapcsolódik az oktatáshoz való szakértelem és a rendőri erőszak monopóliumhoz való szakértés itt, hogyha nem volt jelen, akkor a néniben megszületett abban a pillanatban, ő ilyenkor a vízágyús Smith ügynökké. Nem tudjuk, hogy néni, de azt már tudjuk, Oszi, hogy a te fejedben néniként él az a nyugdíjas, amely leönti a tiltakozó diákokat. Akárhogy is, ez a nyugdíjas, ez folyékonyan olvasta Magyarország politikáját. Tehát pontosan azt tette, ami az ő szerepe itt ebben az országban. És a helyzet az, hogy a Pintér Sándornak, most, hogy ő rendőrtábornok, vagy mafiatábornok, most ez nem feltétlenül ide tartozik, de akárhogy is Pintér Sándornak, egy rendőrtábornoknak a státusza az oktatás ügy élén, az többet fejez ki önmagánál. Kifejezi az állam viszonyulását ehhez a területhez. Kifejezi az államnak a szándékát azzal, hogy valójában az iskolák azok laktanyaként üzemeltetendő intézmények. Férfi. Csak ennyit mondanék. Nocsak. Valóban, hogy az iskolák, mint miként jelennek meg börtönként, a Michel Foucault-nak volt a Felügyelet és Büntetés című műve, ami nagy hatással volt 1970-es években, mert arra mutatott rá, hogy ugye miképpen nevelnek lényegében téged a polgári társadalom katonájának az iskolákban. És persze az egész elemzését végigvezette, nem csak ugye az iskolákban milyen mintákat kapsz, hanem hogy a tévésorozatokban, a filmekben ugye milyen szerepeket látsz te. És miképpen nevelnek téged egy ilyen parancskövetővé, aki bemegy reggel 8-ra dolgozni, vagy amikor kell, elvégzi a munkáját, és aztán pedig úgy fogyaszt, ahogy kell neki. Ez egy nagyon nagy hatású és nagyon inspiráló mű volt, ez a Felügyelet és Büntetés. Egyetlen egy problémája volt, hogy ezzel egy időben jelent meg a Szolzsenyicinnek a Gulág szigetvilágról írt könyve, ugye az emigrációban, és hát ha már Michel Foucault azt akarta megmutatni, hogy mennyire elnyomó rendszer a korabeli Franciaország, hogy már az oktatásban is elnyomnak téged, amikor a mellé helyezték azért a Gulág szigetvilágot, akkor kiderült, hogy lehet, hogy még a létező világoknak mindig legjobbika az 1970-es évek Franciaországa. Ahol egyébként, és lehet, hogy azért a létező világok legjobbika akkoriban, mert hogy azért Franciaországban azért micsoda öntudat van, micsoda sztrájk van. 1968-ban micsoda kiállás volt a diáklázadásoknál, és ott a diákok, a trapéznadrágos diákok együtt tüntettek a Renault gyárnak a munkásaival, és melléjük állt mondjuk ugye Jean Postert, meg az értelmiség. Ott egy olyan egységfront tudott kialakulni, mondjuk így a balos értelmiség, a lázadó diákok, meg a Renault gyár munkásai között, amire hát én nem látok mai magyar példát, pedig ha lenne egy ilyen egységfront, akkor azt hiszem ez a rendszer jóval nagyobb kihívásra lenne károsztatva. Csak itt állandóan kijátszák egymás ellen a különböző csoportokat, mindig vagy örülj annak, hogy még nem téged még nem ért el a NER, vagy pedig az indulatokat egy másik társadalmi csoport ellen kanalizálják, és sose a rendszer ellen.
Igen, hát itt a nyugdíjasoknak az aktívakkal szemben, a sztrájkoló kölykökkel szemben, hát hogy is mondjam, a panelok lakóival való ütköztetése. Mindig kell találni egy olyan csoportot, akit okolni lehet a hatalom helyett. És a helyzet az, hogy a jövőbe vetett hitnek, bizalomnak, annak az ábránnak, hogy a holnap jobb lehet a mánál, ennek a fügefa levele hull le a Pintér Sándor oktatás tábornok személyében. A szándék, a puszta szándék. Kapitányom, igen, esetleg. Igen, igen, a rossz értelemben. Annak a szándéka, hogy van tervünk a következő nemzedékekkel, van tervünk a következő évtizedekkel. A magyarságnak van perspektívája, és az emberek, akik itt élnek, azok egyet jelentenek az országgal. De nem jelentenek egyet az országgal valójában, és ez fejeződik ki a Pintér Sándornak az oktatás tábornoki pozíciójában, nem jelentenek egyet az országgal, hanem erőforrást képeznek, ahogyan az Emberi Erőforrás Minisztériumnak a neve tök őszintén megvallja ezt, hogy itt az ember az nem az ország, az öreg ennek megfelelően nem az ország múltja, és a fiatal nem az ország jövője, hanem az öreg, a középkorú, meg a fiatal egyaránt az állam erőforrása, kvázi olyasmi, mint a szénhidrogének a föld mélyében. Ezt mondjuk azt, hogy a szociban a kicsit piros műbőrhúzatos érában mondjuk személyzetisnek hívták a HRS, de a HR kifejezés eddig is azt jelentette, nem felmenteni próbálom, csak tehát eddig is emberi erőforrás jelentett a HR, én csak a tettest próbálom egy régebbi korban megnevezni, hogy ez valami 4-6 évtizedes elnevezés lehet, de ez megint egy Matrixra utaló valami, hogy te nem a Duracell nyuszi vagy, hanem az elem a hátában. Ja, ezt úgy hívták korábban, hogy Szociális és Családügyi Minisztérium, és ebből lett az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az egy üzenet, hogy ezt átnevezték. Azzal kommunikálni akarnak valamit, hogy ezt átnevezték. Pedig de szép, hogy a szociális kifejezés, amit egy ilyen baloldali szíved dobogtató, és a család kifejezés, ami inkább konzervatívabb szíved dobogtató valami, egyesül az intézményben, hiszen mi is együtt vagyunk ebben az országban. Igen, de ez a konszenzus, ez az ellensége a hatalomnak. Az ellenség nem a konszenzusban, hanem a konfliktusban utazik. Ennek megfelelően nem akar hidat ácsolni a jobb és a baloldali szellem közé, éppen hogy ezeket a hidakat akarja felégetni. És lehet, hogy a céges világból vették át ugye a humán erőforrás kifejezést, de az állam mégse egy cég egyébként. Vagy nem kéne egy cégnek lenni. Nem úgy kéne működnie, mint egy cég. De a helyzet az, hogy a cég az valójában csak növekedni akar. Nincsen magasabb célja, még akkor sem, hogyha marketingesek azt hazudják, hogy az édesipari cég az édes pillanatokat akar a fogyasztónak az életébe csempészni. Ha nagyon ez le akarunk ásni a mélyre, akkor profitot akar a tulajdonosok számára termelni, és majd ebből következik az, hogy ha nem növekszik, akkor valószínűleg leépül. És de a lényeg, hogy profitot akar termelni, amely profitot nyilvánvalóan, ha termeli a profitot, gazdaságos visszaforgatni a cégbe, hogy növekedni tudjon. Akárhogy is, nincs ideológiája. Nincs, uh-huh. ő nem akar édességet. Az édesség az eszköz, a növekedés a cél. És itt ebben az országban pontosan ezt tapasztaljuk állami szinten. Nincs valójában, nincs ideológia. Minden, ami ideológiának látszik, marketingesek hazugsága, habonyok hazugsága, G-Fodor Gáborok hazugsága. Tényleges ideológia nincs. Orbán Viktornak a hatalma, és ennek a hatalomnak a folyamatos kiterjesztése, kvázi növekménye, az, amit a rendszer valójában akar, és minden más dagályos szólam, meg marketing hazugság, ami arra szolgál, hogy ezt a nagyon önző működést, ezt a céges növekedési politikát, ezt igazolja a társadalom felé. És sokáig
hibás oktatáspolitikának tartottam azt, amiről kiderült valójában nem hiba, hanem tudatos, egy tudatos koncepció, ami arra épül, hogy ugye Magyarországot valóban a német tőke egy összeszerülő üzemeként képzelt el a NER, amiből részben származik valamennyi profit, másfelől pedig a német tőke és Németország mindvégig, egészen legutóbbi időkig ugye megvédte Orbán Viktort az Európai Unión belül, és mozgásteret kapott. Tehát lényegében azt láthattuk, hogy amit Orbán Viktor szabadságharcnak hazudott, az valójában az volt, hogy ő valóban folytatta a saját körének a szabadságharcát, amit jelen esetben mozgástér növelésnek tekintetünk, de mindig úgy érte el ezt a mozgástér növelést, hogy a magyar munkavállalókat kiszolgáltatta elsősorban a német tőkének. És például ugye a rabszolgatörvény 2018-ban az ezt szolgálta, meg a munkavállalói jogoknak a leépítése, a sztrájk lehetőségeknek a megszüntetése, minden azt a célt szolgálta, hogy a magyar munkavállalók ki legyenek szolgáltatva a nyugati tőkének, nevezzük így egyébként, azonban is leginkább a németnek. És ezért volt ez egy abszolút álszabadságharc, mert a magyar történelemben a szabadságharcok mindig a jogok növelését hozták el. Tehát Rákóczi a jobbágy felszabadításból táplálkozott, 1848-49-es jobbágy felszabadításból, 1918-as forradalom az a választójogot hozta el. Tehát a függetlenségi harc az mindig belső jogkiterjesztéssel járult, míg a NER-ben ez pont fordítva történt meg. És amikor leépítik az oktatást, és most már lassan 12 évről beszélünk, akkor itt valójában arról van szó, hogy olyan magyarokat képzelnek el a jövőben, akik éppen csak annyira képzettek, amennyire kellenek az összeszerelő üzemekben, ne legyenek autonómok, ne gondolkodjanak, hiszen ezt már többször elmondták, hogy vannak törvények. Micsoda baj lesz abból, hogyha te értelmezni kezded a törvényt, meg értelmezni kezded a jogszabályokat, mert abból ugye káosz, anarchia és fehér terror lesz. Ugye Grósz Károlyt idézem, most vörös terrorról beszélnénk. Nem kell értelmezni. És pláne olyan kérdés, hogy a polgári engedetlenség, hogy mi ez. És az egészen elképesztő, amikor a polgári engedetlenséget lényegében betiltják, hát nem lehet betiltani a polgári engedetlenséget, ez pont az a lényege, hogy te nem fogadsz el valamilyen törvényt, mert a saját belső vagy egy isteni törvényre hallgatsz. És az emberi kultúrának a legnagyobb alkotásai arról szólnak, hogy valaki a belső törvényére, a szívének a törvényére, vagy a isteni törvényére hallgatott a világi törvényre szemben. Nem olyan ősi dolog ez, hát az Antigoné, mennyi lehet ez, pár ezer év, nem olyan. Majd ezt szépen átírjuk, nem értek egyet veled, Peti. Igenis, jogkiterjesztéssel jár Orbán Viktor szabadságharca. Orbán Viktor jogainak a kiterjesztésével. Ő szabadságharcol. Persze azt hazudja, hogy az ország szabadságharca, hogy ez az országnak a szabadságharca, ő az országnak a szuverenitásáért harcol, de ennek a kijelentésnek a tényleges tartalma Orbán Viktor szuverenitása. Ő a saját szuverenitásáért küzd, amikor ő azt mondja, hogy a magyar állam szuverén az Orbán Viktor szuverenitását jelenti. És a magyarok pedig, nincs más szerepük, az a szerep lett rájuk osztva, hogy 4 évenként megerősítsék Orbán Viktort a szuverenitásában. Most már az van nagyjából, hogy 4 évenként 2 választás van, mert már az EP választást is összevonták az önkormányzati választással, tehát átlagosan 2 évenként 2 vonal behúzására szűkült a te hozzáférésed az államügyekhez. És az a 2 vonal, amit te behúzol a Fidesznek a logója mellé, az fölhatalmazza Orbán Viktort arra, hogy további 4 éven keresztül tévessze össze a maga szuverenitását az országéval. Van ez a klisé, amikor a rajzfilmekben a ilyen írástudatlannak beállított macska az aláíráshoz csak egy X-et tesz. Ugye abba az irányba haladunk, hogy tulajdonképpen a szavazólapon, abban a rubrikában az aláírás, az általad legjobban elképzelt aláírásodat kell tenni. Egy X-et, ezt tudod.